Köszöntöm Önöket! Emlékeznek még Julia Robertsre az Ízek, imák, szerelmek című filmben, milyen jó ízűen ette Rómában azt a paradicsomos spagettit. Most következő vendégem nem csak az olasz ételeket, hanem több mint 60 nemzet konyháját kóstolta már végig. Ő az, aki elsősorban nem azért utazik, hogy világot lásson, hanem hogy megízlelje azt. Mely országok kínálják a legjobb gasztronómiai élményeket? Hol kaphatóak a világon a legfinomabb kenyerek? És mitől válik az evés puszta szükségletből igazi élményé? Jókuti András, az ország egyik legismertebb gasztrobloggere, most mindezt elmeséli nekünk. Köszöntöm András a Veled utazomban, és örülök, hogy elfogadta a meghívást. Így másodjára sikerült leegyeztetni. Az időjárás is most azt akarja, hogy mi itt beszélgessünk. Köszönöm szépen a meghívást. Általában az emberek ugye utaznak, világot látnak, és közben pedig jókat esznek. Na most önnél ez mindig pont fordítva van. Önt általában a gasztronómia, kulináris élvezetek hajtják a világ különböző pontjaira. És az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet megismerni egy országot a gasztronómiája, a konyhája alapján? És mit árul el egyáltalán egy országról, hogy milyen a nagyon jó kérdés, ebben már benne van az a jó indulatú feltételezés, hogy én megismerem ezeket az országokat. Igyekszem egyébként tényleg megismerni, de is vannak olyan, ugye általában foodie-ként szokás ezt emlegetni, vagy a még magyarosabban a Destination Diner, aminek nincs igazán magyar megfelelője, tehát aki kifejezetten azért utazik el valahova, hogy ott étkezzen egyet. És vannak olyan ismerőseim, akik nem sokat törődnek a helyi kultúrával, meg az adott országgal, hanem becsekkolnak abba a három étterembe, amit meg szeretnének nézni, és aztán mennek tovább. Én azért mindig összekötöm, ezt még a szüleimtől megtanultam, hogy milyen jó turistáskodni, teljesen mindegy, hogy milyen színvonalon, tehát nem kell ennek luxusnak lenni, hanem a hátizsákostól akár a magas szintig. Úgyhogy én mindig nagyon alaposan körülnézek, meg úgy igyekszem feltérképezni a dolgokat, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindent ki lehet deríteni egy országról. Tehát, hogy egyrészt ugye az éttermekben mindenki természetesebben viselkedik. Tehát ugye evés közben a nem véletlen, hogy mondjuk vannak olyan kultúrák, azt hiszem például Kína az egyik ilyen, ahol nem létezik üzleti tárgyalás annélkül, hogy lenne egy közös vacsora. Mert hogy ez ugye a barátkozásban, a megnyílásban ennek annyira fontos szerepe van, hogy anélkül nem tudják elképzelni, hogy csak leülnek egy, igen, hogy leülnek egy ilyen irodában, és akkor ott beszélgetnek a főnök fotelekben, azt ők is tudják, hogy ez nem fogja ugyanazt az élményt, meg ugyanazt a kapcsolatot előhozni, tehát ilyen szempontból is nagyon jó, meg hát nyilván a kultúrának azért az egy nagyon szerves része, szerencsére ezt már kezdik felismerni a világon mindenhol, hogy ez nem a kultúra mellett létezik a gasztrómia, hanem a kultúrának egy nagyon-nagyon erőteljes része a gasztrómia, és az, hogy mondjuk akár a történelemre és mindenféle egyéb kulturális kölcsönhatásra is ugye lehet következtetéseket levonni, hiszen a magyar konyha is úgy alakult ki, hogy voltak itt nekünk törökjeink, voltak osztrák monarchiánk, és mindenféle behatás érte a magyar konyhát, és akkor még arról nem is beszélünk, mondjuk, hogy ha nagyon visszamegyünk időben, akkor például az olaszoknak szinte minden emblematikus fogása például Dél-Amerikából érkezik már, mint az alapanyagok hozzá, tehát a paradicsom és a egyebek, tehát hogy alapvetően azt gondolom, hogy és nem, talán nem csak én gondolom így, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas rész, és aztán persze két étkezés között azért csak el lehet menni a múzeumokba is, meg a fontosabb egyéb látnivalókat is meg lehet nézni. Igen, én azt gondolnám, hogy mondjuk teszem azt, ha ön elmegy Párizsba, vagy az átlag ember elmegy Párizsba, akkor mit néz meg? Az Eiffel-tornyot. Önről azt tudom elképzelni, hogy az Eiffel-toronyban lévő éttermet veszi első sorba célba. Van egy nagyon jó étterem az Eiffel-toronyban, de az nekem egy kicsit túl turistás, úgyhogy abban még nem jártam, mindig vannak fontosabb foglalások, ugye Párizsban annyira sok jó étterem van, hogy ott simán el lehetne lenni, anélkül az ember valaha is ismételne, de egyébként igen, tehát a preferencia az az éttermeké, és általában úgy is tervezek meg egy-egy utat, hogy különösen olyan országokban, ahol mondjuk nehéz éttermet foglalni, hogy először van meg az étterem foglalásom, és akkor utána ahhoz veszek repülőjegyet, és ahhoz alakítom ki a többi részét a túrának. Tehát, hogy ilyen szempontból maximális a stimmel, de például az Eiffel-torony az pont olyan, ahol utána tavasszal voltam Párizsban, visszamentem, csak elsétáltam előtte, tehát ezeket szívesen megnézem, mert azért mégiscsak ezek olyan hatású és olyan gyönyörű helyek,
Volt nálam egyébként egy nagyon jó paté ankrut, ami ott a közelben vásároltam, ez a tésztában sült pástétom nevű étel, hidegen lehet fogyasztani, tehát ilyen szeletekben, és akkor azt ott elpiknikezgettem a Marsmezőn, megnéztem közben az Eiffel-tornyot, és aztán mentem tovább, úgyhogy mindenbe be lehet csempészni egy kis gasztrómiát, ez tény. Ha jól tudom, több mint 60 ország éttermeit kóstolta már végig. Melyek azok az országok, amiket ha csak gasztronómia szempontjából, de érdemes meglátogatni? Ha csak ezt az egy faktort nézzük. Nagyon sok. Tehát ugye attól függ, hogy az ember mit keres. Tehát én alapvetően nagyon szeretem, hogyha van egy erőteljes, modern fine dining világ is, de el vagyok enélkül is. Tehát ugyanolyan izgalmas számomra az is, hogyha egy országban mondjuk a hagyományos, egyszerű étkezési formákból van nagyon-nagyon érdekes, és azokat nagyon jól csinálják. Nyilván ebben belejátszik valamennyire a saját ízlésem is. Én nagyon szeretem a mediterrán térséget, tehát mondjuk Franciaország, Olaszország, Spanyolország, ezek azért kiemelkedően nagyon-nagyon jó helyek ilyen szempontból. Aztán, ami egy picit meglepőbb lehet, Skandináviát nagyon szeretem, tehát itt például hiányzik a hagyományos konyha, remélem, hogy nem hallgatják sokan, és nem lesz belőle diplomáciai tiltakozás, de mondjuk a dánok, akiknél ugye ez az óriási, náluk tényleg volt egy gasztroforradalom, ugye amikor elindult ez a New Nordic, ez az új északi konyha, és az nem a meglévő hagyományaikat próbálta feldolgozni, és ezáltal szerintem egy óriási előnnyel is szembenézett, mert hogy nem kellett azt, amit otthon esznek ott az emberek egyébként a sertéssültet krumplipürével, vagy főtt krumplival, ezt nem kellett megújítani, meg nem kellett ebből kiindulni, hanem azt mondhatták, hogy akkor körülnézünk, hogy mi van az erdőben, a vízben, és csinálunk valami vadonatújat. Tehát Skandinávia az nagyon nagy kedvenc, elsősorban Koppenhága, és azóta viszont nagyon érdekes módon, ugye ott elindultak a csúcséttermek, meg a nagyon progresszív, nagyon izgalmas helyek, de leszivárgott ez már mindenhova, és most már mondjuk rámenezőből, ugye a japán tészta leves, ez Európában nem sok jó hely van, és abból az egyik az éppen Koppenhágában, de van nagyon autentikus mexikói, nagyon jó pizza kultúrájuk van már, vannak nagyon jó hamburgerek, tehát hogy iszonyatosan jó pékségek vannak, a legjobb pékségek talán a világon, tehát hogy nagyon érdekes, hogy náluk végbe ment ez, nyilván érkezett a jó éttermeikhez egy erőteljes fizetőképes kereslet, és ezáltal meg aztán a helyi közönségnek is felébredt az igénye, ezáltal most már azt gondolom, hogy a legalsó szegmestől a legtetejéig kiváló. Aztán, hogyha mondjuk Európából egy kicsit kimerészkedünk, akkor próbálnám nem elsőként mondani, de hát Japán az óriási kedvencem. Azt tudom, azt nem, igen, önnek az a kedvenc. Azt nem fogom tudni elhallgatni, úgyhogy... Miért? Mit szeret a Japán? Japánban egészen felfoghatatlan, eleve az emberek gondolkodás módja. Tehát nem a gasztronómiával indul a dolog, hanem az, hogy egy japán ember számára a közösség a legfontosabb, az, hogy ne zavarjon senkit, az, hogy ő hasznos tagja legyen. Tehát, hogy nincs ez az európai individualizmus, hogy én mit szeretnék magamnak, tehát milyen autót. Tehát nem az én szintjén gondolkodnak, hogy, igen, hanem közösségben szintjén gondolkodnak, pontosan, és akkor ennek megfelelően a mesteremberek, lehet az egy ács is, meg lehet éppen egy szakács is, ők is szeretnének a maximumon teljesíteni minden nap. Esetleg jobban, mint előző nap, ez a shokunin mentalitás, tehát, hogy ő úgy indul el munkába, és mondom, ez Kárpitostól kezdve mindenkire igaz, vagy nagyon-nagyon sokakra igaz. Igen. Nagyon de az egyszerű tésztafőző, tehát az egyszerű rámenésre is igaz, hogy ő úgy indul el, hogy reméli, hogy ma jobban sikerül, és akkor ennek köszönhető, hogy vannak olyan helyek, hogy például, ha már itt a ráment emlegetem, egyébként nagy kedvencem, ugye egy ilyen általában sertéshús alapú, nagyon finom, nagyon tartalmas tésztaleves, hogy, és most jelentem is egyet, de sajnos nem fogok tudni itt Budapesten megfelelőt tenni, de hogy ott például mesélte az egyik, nem sokan beszélnek angolul, de az egyik ilyen rámen mesterrel egyszer tudtam beszélgetni, és ő mesélte, hogy volt nála kint egy európai séf, hogy megtanulja a rámen készítést, tehát dolgozott nála 3 hónapig, és utána mondta, hogy nagyon köszön mindent, most már ő tudja, hogy kell ráment főzni, megy haza, és erre azt válaszolta ez a japán mester, és nem viccből, és nem PR-ból, hogy hát nagyon örül, hogyha ő már tudja, mert saját magának még ezt nem magáról még ezt nem tudja elmondani, hogy ő rámen tud főzni. 30 éve csinálja, de reméli, hogy egyszer ő is el fog jutni erre a szintre. Mennyire más a szemlélet, ebbe is kiütközik. Tehát, hogy tényleg így gondolkoznak. Tehát, hogy ez nem egy, és ez egy nagyon egyszerű hely, aki befut, és itt is például másfél órát kell sorba állni, hogyha az ember nem pont jól időzítve érkezik oda, és nem tudja, hogy mikor kell menni. Utcán állnak sorba a helyiek azért, hogy ehessék az ő rámenét, és fel sem merül, hogy mondjuk felemelje 10%
harmadikkal vagy duplájára az árat, hiszen megvan a kereslet, mert hogy az annyiba kerül, és akkor azt ő úgy készíti, és legjobb tudása szerint igyekszik mindig egyre jobbat. Tehát, hogy ebből a fajta mentalitásból jön az, hogy olyan maximalizmus és perfekcionizmus van a mindennapi munkavégzés során, hogy ez óhatatlanul egyrészt a főzésben, másrészt az alapanyagok kiválasztásában, a technológiai fejlesztésben, ez lehet ez akár késtechnika is, tehát nem feltétlenül a drága gépekre gondolok, ez mindenben jelen van, és hát ennek óhatatlan az az eredménye, hogy még hogyha nem is feltétlenül minden felel meg az európai ízlésnek első ránézésre, de az biztos, hogy elképesztő tiszteletre méltó, hogy tudom, hogy ők tökéleteset akarnak nekem oda tenni, és akkor inkább én szeretném megtanulni, hogy tudom azt megszeretni, hogyha nekem esetleg furcsa. Tehát ez amikor ugye a szíve lelke benne van embereknek. Igen. Féli mennyiben meg is válaszolta a kérdésemet, a következőt, de mégis azért, hát ha tudjuk ezt bővíteni, hogy maradva a párizsi hasonlatnál, én ugye nem régen voltam Párizsban, és ott a vacsora az komoly dolog, tehát hogy ha máskor nem is, nem a reggeli, az ebéd, de hogy a vacsoránál biztos, hogy az emberek elmennek éttermekbe, és képesek hosszú sorokat várni, és akár órákat is, hogy bejussanak egy étterembe. Hol, melyik nemzet veszi még így igazán komolyan a gasztronómiát? Hát nem akarom mindig csak Japánt mondani. De akkor Japánon kívül, ahol nem csak az, hogy hát ez egy szükséglete az embernek, hogy egyen. A franciák, tehát európai kultúrában a franciák ezt nagyon-nagyon komolyan csinálják, és egyébként az ebéd is komoly dolog, az ebédhez elfogyasztott egy-két pohár bor, ami ugye nem a leittasodás szándékával, hanem a gasztronómia élmény kikerekítése szándékával fogyasztanak, és ugye Franciaországban például érdemes megnézni, hogy milyen elképesztően lassan kezdtek teret nyerni ezek a gyors éttermek, főleg azok, amiket ugye kézben fogyasztunk utána, teljesen mindegy, hogy hamburger, vagy gyrosz, vagy döner, pont vagy emiatt, mi mert, ez. Pont emiatt, mert hogy alapvetően megadják a módját, igen, tehát hogy őnek az étkezés az egy nagyon fontos dolog. Természetesen van már ilyen, ugye hát egy több milliós nagyvárosról beszélünk, rengeteg külföldi is él benne, tehát nem az van, hogy ott még nem nyitott soha meg semmilyen gyorsétterem, de az biztos, hogy nem a város legszebb pontjain és a sétáló utca közepén van a gyorsétterem, hanem valahol úton lehet érni és meg lehet szerezni, meg már az amerikai kávézólánc is betette a lábát. Mondjuk kávékultúrában nem is voltak olyan erősek, hogy az kevésbé fájdalmas, de hogy minden étkezésnek megvan ez az ünnepi jellege, de én nekem például nagyon-nagyon jó és nagyon meglepő tapasztalataim voltak, és most tényleg meglepőt fogok mondani, Lengyelországban, ahol nincs ennyire mélyen gyökerezve természetesen a gasztrómia, de azt láttam, hogy a varsói legjobb helyeken, vagy legutóbb Krakóban jártam, hogy minden dübörög. Tehát a reggelizőhelyek, a tejbárok, ezek a legegyszerűbb ilyen kis éttermek, ilyen kis nagyon egyszerű bisztrók, az éttermek mindenhol tele van emberekkel, és jól érzik magukat. Ez az, amit én egy itthonról néha kicsit hiányolok. Hogy... Igen, ezt akartam kérdezni. Ennek kontextusában viszont mi magyarok egyáltalán nem ilyenek vagyunk. Ez anyagi szempontból nem tudja megengedni a többség, vagy egyszerűen nem vagyunk ilyen közösségi emberek, akik közösen leülnek, és akár délben, nem tudom, munkaidőben, például ha magamat nézem, mi is benneszünk a cégnél, nem az, hogy kiülünk, és akkor... Az íróasztalról, igen, valami finomat a műanyag tányérból. Nyilván van ennek egy kulturális háttere, nyilván van valamiféle anyagi vonzata is, tehát nem hiszem, hogy a lengyelek annyival gazdagabbak lennének, mint mi, tehát nem hiszem, hogy ott sokkal magasabb az életszínvonal, és náluk se indult ez annyira régen. Tehát, hogy egy picit én nekem az étteremben járás célja az, ami itthon nem stimmel, tehát, hogy voltam már úgy, nagyon jó fine dining étterembe, ahova nyilván azok mennek el, akik ki tudják fizetni, tehát rászánták magukat, hetekkel előtte lefoglalták, a szerelmével, partnerével érkezett, és kedvem lett volna megkérdezni, hogy éppen most kaptak rossz hírt, vagy miért olyan szomorúan üldögélnek ott. Tehát hogy ez az, amit én nem értek, hogy ha már valaki elmegy és elkölti azt az 50, 100, 250 ezret, teljesen mindegy, hogy milyen kategóriájú helyről beszélünk, akkor miért nem gondolja, hogy ott esetleg akár jól is érezhetné magát? Tehát olyan, mintha programozott a történet. Igen, hogy oda megyünk, megesszük, elmondjuk róla a véleményünket esetleg, vagy nem. Talán még beszélgetünk is egymással, de azért azt ne lássa senki, hogy nekünk itt jó. Tehát én ezt a kis életörömöt ezt hiányolom. Sokszor nyilván ez egy durva általánosítás, és vannak nagyon jó, meg nagyon boldog helyek, de azért úgy világviszonylatban van némi összehasonlítási alapom. Nagyon kevés olyan magyarországi éttermet tudok mondani, ahol a gasztronómiai kínálat is stimmel, és a hangulat is. Tehát, hogy ez valahogy vagy egy ilyen
rossz értelembe vett templomnak képzeli a vendég, és akkor azért nem mer elmosolyodni se, és csak arra figyel, hogy nehogy valami, nem tudom, illemszabályt megsértsen, vagy nem tudom pontosan miből fakad, de valahogy a kettő az ritkán párosul, ami hogyha bármelyik olasz faluba akár elmegyünk, vagy kisvárosba, és ott egy oszteriába, trattoriába bemegyünk, és azt látjuk, hogy ott, hát meg az ott meg azt hiszük, hogy éppen esküvő van. Igen, és ez az a nászné, olaszok minden nagyon ízesen csinálnak. Ha jól tudom, akkor ön már gyerekkorában is mindig nem az volt, hogy a helyi büfébe lement, és akkor azt tette, amit a többiek, vagy a menzán, hanem ha kellett, akkor elment egy étterembe, nem tudom, ebédszünetbe, és akkor ott tett egy szendvicset, na de az nem az átlagos szendvics volt. Igen, ez nekem nagyon-nagyon izgalmas volt mindig, tehát hogy anyagi lehetőségeink nem voltak nagyon tágak, tehát inkább ilyen lakótelepen laktunk, tehát hogy semmi extra nem volt, de anyukám mindig jól főzött, tehát azért úgy hamar megéreztem, hogy milyen a jó étel, és akkor ahhoz képest ugye milyen rossz ételek is léteznek, és akkor, hogyha volt valami kis zsebpénzem, vagy egyéb módon, vagy elkezdtem már gimnázium mellett, már időnként így dolgozgattam néha, akkor azokat a pénzeket azt azért általában elég nagy részt ételekre fordítottam, és akkor az lehet, hogy csak valami nagyon egyszerű dolog volt, mondjuk egy libamájas szendvics, de hát olyat nem ettünk otthon nyilván, ugye volt két bátyám, mindhárma vízilabdáztunk, tehát hogy ha libamájat szerettünk volna vacsorázni, akkor valószínűleg az egész havi büdzsé elment volna rá. Igen, úgyhogy valahogy az étvágyuk, pláne sport után. Igen, hogyha valahogy annál egyszerűbb menük kerültek elő, de nagyon ízesek és nagyon profin elkészítve anyukám által, de hogy ez ilyenek nem voltak otthon, meg egyszer elmentünk, még akkor azt hiszem, ilyen 8 éves lehettem, én voltam a legkisebb, és akkor amikor először mentünk étterembe, tehát hogy egyáltalán nem volt jellemző, mert ugye az akkor az egy ilyen nagyon, nagyon úri kihágás volt szinte, hogy az ember étterembe menjen, és akkor ott a család összes tagja az otthonról ismert ételekből válogatott, igen, a standardet, és akkor én meg láttam, hogy van vaddisznó, és akkor azt egyből berendeltem, hogy ez nekem mindenképpen meg kell kóstolnom, úgyhogy valahonnan nagyon régről jön ez, hogy én már akkor is szerettem enni, amikor ez még nem volt trendi, ugye akkor még nem voltak gasztroblogok, meg nem lehetett még lefotózni se az ételt, de az már nekem nagyon érdekes volt, hogy felfedezzek valami újat. És azt hogy képzeljem, hogy a kis Jókuti otthon, az anyukája, a szoknyája mellett, mondjuk a konyhába azért figyelte, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy kell kutyulni, vagy inkább csak az evésnél maradt meg? Nekem 90% evés, 10% főzés. Tudok egyébként elég jól főzni, tehát hogy szeretek ösztönből főzni, nem szeretek recepteket követni, hanem inkább ilyen folyamatos hűtőtakarításban vagyok, és nagyon szeretem azt, hogy furcsa dolgokat akár összepárosítok, és hát nehéz lesz rám cáfolni, de mert hogy más nem kóstolja, maximum a család, de hogy tényleg elég jól sikerülnek ezek. De alapvetően ez is azt a célt szolgálja, hogy szeretnék valami olyan, pont, tehát hogy szeretném pont azt az ételt elkészíteni, amire vágyok éppen, és akkor ezt a legegyszerűbben úgy tudom gyakran megcsinálni, hogy magamnak megfőzöm. De egyébként anyukám, igen, őt magát nem engedték be a konyhába, amikor ő gyerek volt, és ezért ő hogy ott ne lábatlankodjon, ezért ő elhatározta, hogy nála mindig lehet konyhába menni, és akkor ebből lettek ilyen jelenetek, ugye ilyen délutántól estig értünk haza az edzésről a két tesómmal, így általában nem pont egyszerre az úszodából, és akkor volt például olyan, amikor így elkezdett valami pörkölt alaphoz, elkezdett hagymát dinsztelni, és akkor hazaérkeztem én, és megcsapott az illat, és akkor gyorsan valami kenyérrel gyorsan megettem az összes hagymát, ami ott volt, a családi adagban, igen. És akkor utána akkor jó, akkor újra kezdte, akkor megérkezett az egyen nagyobb bátyám, ő ugyanígy megette az egészet. Akkor és nehéz dolga lett a negyedik menetre sikerült gyakorlatilag elkészíteni a pörköltet, és nem, nála abszolút bejárás volt, meg volt, azóta se értem pontosan, mert nem annyira vonzanak a sütemények, de volt valamikor ilyen harmadik, negyedik gimnáziumban például állandóan mindenféle különleges süteményt készítettem. Tehát, hogy volt egy nagyon jó barátom az osztályban, a gimnáziumban, és akkor ő nem maga csinálta általában, hanem a húgával sütette meg, de hogy ilyen egész tepsi sütiket vittünk be a gyakorlatilag uzsonnára, és akkor ezt nyilván órán fogyasztottuk el, mert úgy egy kicsit izgalmasabb. De akkor a Jókuti féle szakácskönyv megjelenése, az nincs napirenden? Nem, én nagyon szeretném megkímélni a világot attól, hogy szakácskönyvet adjak ki.
azt gondolom, hogy most már annyira kevés foglalkozás maradt ki abból, hogy szakácskönyve jelenjen meg, tehát gyakorlatilag a postásomnak is van már szerintem, hogy ennyi recept egyszerűen nem létezhet a világon, tehát hogy nem szeretnék szakácskönyvet, ha mégis akkor előre is bocsánatot kérek, nem szeretnék szakácskönyvet. Könyvet szeretnék, és most talán pont kitaláltam, hogy most ősszel végre meg tudom írni, hogy mind a három gyerekem már különböző intézményekben lesz, óvodában, illetve iskolában, és akkor rájöttem, hogy akkor a délelőttjeim azok így nagyjából viszonylag kevésbé lesznek mozgalmasak, és akkor el tudom kezdeni végre megírni. Hát a legjobb gasztrokalandjaimról nyilvánvalóan, tehát hogy a legizgalmasabb világszerte mindenféle étterem, vagy éppen nagyon hétköznapi, de kalandos megoldások. Nem csak a gasztronómia ismerkedett meg már nagyon korán, hanem ahogy egyszer nyilatkozta, ugye a világ is hamar kitágult, mert hogy nagyon sokat utaztak a szüleivel, és hogy ezt az utazás szeretetét a szüleitől örökölte. Milyenek voltak, hogy emlékszik vissza a gyerekkori utazásokra? Hát leginkább úgy, hogy izzadt a combom, mert hogy egy zsigulink volt, tehát ugye akkor az is nagy dolog, mert azt is egy OTP nyereménybetétkönyv sorsoláson, ez most nem reklám akart lenni, akkor aztán még csak OTP volt körülbelül, tehát hogy akkor még ez nem számított volna reklámnak, és most már talán nincs ilyen, de hogy a sima betétkönyvünkkel nyertünk egyszer egy zsigulit, óriási meglepetésre. Akkor ugye az akkori rendszernek köszönhetően ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag be kellett rendelni az új autót azonnal, tehát apám szerencsére nagyon képben volt, és ahogy megkaptuk a nyereményautót, ő megrendelte az új kocsit, és mire azt leszállították 3 év múlva, addigra ezt a régit el lehetett adni újjáron. Tehát gyakorlatilag ingyen lehetett mindig újra cserélni az autót, de nem is ez a lényeg, de hogy így zsigulival mászkáltunk, így alapvetően Olaszország, ugye hát azért mégiscsak az volt így a legkönnyebben elérhető, és kulturálisan is nagyon izgalmas, meg gasztronómiailag is, tehát egyszerű utak voltak, nem nagyon tudtuk megengedni magunknak, hogy repülővel menjünk, volt, hogy lakókocsival mentünk, volt, hogy nagyon egyszerű szállásokon aludtunk, de ez mindig megvolt a szüleimben, hogy mutassák nekünk a világot. Mindig volt kultúrprogram, azt nyilván bizonyos életkorokban attól nagyon szenvedtünk, és akkor azzal kellett minket rávenni, főleg ilyen 40 fokos olasz városokban, hogy akkor utána milyen jégkrém lesz majd, tehát hogy megvolt mindig a csali. De végignéztük becsülettel a ravennai mozaikoktól kezdve a Kolosseumig mindent, amit csak kellett, és hát azért utólag azt gondolom, hogy még így is nagyon sokat gazdagodtam ezzel. Főleg azért jut ez eszembe, mert ugye most a saját gyerekeim vannak abban a korban, hogy kell őket egy kicsit motiválni, meg lögdösni, de nem szeretném, hogy kimaradjon nekik ugyanez a kulturális töltet. És meg hát nyilván tengereztünk rengeteget, ugye 3 vízilabdás fiúval azért annál sokkal egyszerűbb. Most már látom, hogy szegény szüleimnek is valószínűleg kellett időként pihenni, tehát ők valószínűleg ott tudtak pihenni, hogy akkor minket bezavartak akkor a tengerbe, vízben, és akkor játszatok. És megmondták, hogy ja, nem is kell nagyon mondani, hogy akkor estig akkor nincs semmi más. És utána kellőképpen elfáradtak, és igen, akkor mindenki óriási vacsora, és aztán le lehetett pihenni, úgyhogy most már én is ezzel kísérletezem, és egész jól működik, hogy ott aztán tényleg le tudják magukat fárasztani a gyerekek. Nemrégében volt egy vendégem, Földvári András, ő a 70-es évei közepén jár, és a világ összes országában megfordult már, és a beszélgetés egy pontján azt mondta, hogy a magyarok az ő tapasztalata szerint gasztrokloretárok, tehát hogy nem igazán mernek kísérletezni. Amikor elmennek külföldre, akkor ott is azokat az ételeket keresik általában, amiket már itthon is ismernek. Ön mit tapasztal? Hát én picit finomabban fogalmaznék, nem mondom, hogy nem értek egyet, de... Ő sem bántó szándékkal mondta, igen, de igen. Hogy... Szóval konzervatív ízlésűek vagyunk, tehát hogy én is látom azt, hogy vannak emberek is elutaznak Olaszországba, és akkor az egyszer megkóstolt pizzával végig vannak, még akkor is, hogyha nem is egy olyan városban vannak, ahol van rendes pizza, tehát hogy elég, és akkor még ugye nem is beszéltünk a magyar tésztaételekről, a milánói makaróni és bolognai spagetti és hasonlókról, szóval elég visszafogott a kísérletező kedv, ezt én is látom, és hát mondjuk meg lehet figyelni ott is, hogy mondjuk a vállalkozói oldalon, megértem őket, hiszen nyilván életben szeretnének maradni, meg bevételt szeretnének termelni, de hogy ahogy így mennek végig a trendek a magyar piacon, a kézműves hamburgerező volt talán az egyik első ilyen nagyon feltűnő, és akkor mindenki egyszer csak kézműves hamburgerezőt nyitott, aztán most a nápolyi pizzából van most már 400 körülbelül országszerte,
aztán pedig most akkor a Közel-Kelet is elindult, tehát hogy megvannak ezek a hullámok, és akkor valahogy mindenki ugyanazt csinálja, és sajnos üzletileg ez a működőképes. Tehát, hogyha ha éhesebbek lennénk szó szerint is az újdonságokra, akkor nyilván akkor lehetne szabadabban kísérletezni. Tehát, hogy mondom, nem egy üzletembertől várom el, hogy a saját millióit arra költse el, hogy akkor ő valami újat kipróbált, de nagyon örülnék neki, hogyha sokkal sokszínűbb lenne az itthoni kínálat is, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez még nem. Ebben egyébként szerintem jó kezek a mindenféle tévéműsorok és főzős vetélkedők, hogy azért nyitogatják az emberek szemét, hogy még akár halat is szabad enni. Nem az étlapon látja legelőször ember, hogy létezik ilyen vagy olyan is. Meg hogy egyáltalán téma lett az, hogy mit eszünk, ki főzte, hogy főzte, és milyen alapanyagokból készült. Tehát, hogy ez szerintem erre nagyon nagy szükség volt. Nyilván nem lehet ezekből megtanulni főzni, meg egy kicsit inkább valóság sok, mint amennyire főzőtanfolyamok, vagy valódi főzőversenyek, de legalább a témát beemelte a közgondolkodásba, és azóta lehet ilyeneket hallani a villamoson, hogy nem tudom, tínédzser gyerekek beszélgetnek arról, hogy mit főztek, vagy mit tettek, vagy melyik étterembe ki a séf, és szerintem ez nagyon jó. Ha már szóba jöttek ezek a tipikus ételek, és az, hogy mennyire merünk kísérletezni, hoztam egy játékot. Tipikus kontra alulértékelt nemzeti ételek. Tehát például, ha elmegyünk Görögországba, akkor mit eszik mindenki? Giroszt. Most kíváncsi vagyok, hogy egy pár alternatívát majd így különböző nemzetekre bontva adjon már nekünk és a nézőknek, hogy ha elmegyünk Görögországba, akkor mondjuk girosz mellett... Hát a görög sajta. Egyébként a girosz ugye olyan szempontból is nagyon vicces étel, hogy Magyarországon a savarma is girosz, a döner kebab is girosz, tehát minden, mivel először azt hozták be, ugye ez is ugyanaz, amiről az előbb beszéltünk, mivel az jelent meg először a piacon, ezért mindent girosznak hívunk gyakorlatilag, és szerencsétlen törökök meg elfogadták, hogy jó, akkor azt írjuk ki, hogy girosz, mert ha ettől vagytok boldogok, akkor minden oké. Szóval mit érdemes enni a giroszon? Hát például a Görögországban nem is feltétlenül csak a nemzeti ételeket mondanám, a muszakától a szuvlakin keresztül mindenféleig, hanem inkább azt mondanám úgy általános értelemben, akár Görögországban, akár máshol, hogy olyan éttermekbe, és ezek lehetnek kis éttermek, tehát nem kell nagyon menő étterembe menni, olyan kis éttermekbe kell bemenni, ahol helyiek üldögélnek és jól érzik magukat. Mert ott biztos, hogy autentikus és valódi és jó ételek lesznek. Ha van egy nagy arany embetű vagy valami egyéb logó, akkor ne, de hogyha ha helyinek tűnik az étterem, akkor ez mindenképpen nagyon beválik, olaszoknál is. Tehát, hogy, és akkor simán lehet olyat csinálni, hogy azt mondom, hogy olyat kérek, mint amit ők esznek. És akkor biztos, hogy nem maradok ki a jóból. Tehát nem feltétlenül kell étalapról se választani. Nyilván ebben segít az, hogyha az ember nem válogatós, tehát hogyha már ilyen tanácsadó módba kerültem, akkor ne legyünk válogatósok, hanem szeressünk meg mindent, mert akkor sokkal könnyebb lesz élvezni a helyi ízeket is, meg inkább azt mondom, hogy nagyobb nyitottsággal, meg kíváncsisággal azért több kellemes élmény éri az embert, de ugye egy picit a turisták is mindig tönkreteszik, tehát mondjuk, hogyha egy görög üdülő helyen vagyunk, akkor ott könnyen lehet, hogy több pizzéria van, mint mondjuk autentikus görög étel. Ezzel együtt azért ott a friss halakkal és rákokkal és kagylókkal azért biztos, hogy nem járunk rosszul. Tehát nem feltétlenül kell valami nagyon görög receptet enni, de az, hogy olyan alapanyagokat együnk, ami ugye Magyarországon csak importként és nem frissen, hanem vagy fagyasztva, vagy egy-két nap szállítás után érkezik meg, azért az egy nagyon izgalmas lehetőség. Én hoztam azért még egy pár ilyen nemzetet. Azt hittem valami ételt, mert már kezdnek az lenni. Még nincs ebédidő, de persze én is egyre éhesebb vagyok. Mindig ebédidő van. Azt a gyomor jelzi, igen, azt nem az óra. Szóval, hogy például az Olaszország, ugye ez is nagyon sokan mennek Olaszországba magyarok is, és akkor ugye a pizza, pasta, na de hogy ezen túl, mi az, ami még? Hát attól függ, hogy melyik régió. Tehát én Olaszországban elég sokat járok, ott ugye óriási földrajzi, meg kulturális különbségek vannak. Igazából ez a pizza, pasta az nem rossz, tehát én is elvittem a legnagyobb fiamat, amikor 3 éves volt, akkor elmentünk Nápolyba, és akkor 3 napon keresztül reggel, délben, este pizzáztunk, hogy lássa, hogy milyen az igazi pizza. De ott is ugye, hogyha most régiótól függetlenül, ott is ugye annyiféle halat és el tudják készíteni. Tehát ők hozzászoktak a friss halhoz az olaszok, nem ebből alakult egyébként ki az olaszoknál, hogy nem nagyon fűszerezik a halat, mert ugye az a
nem teljesen friss, vagy egy kicsit romlott halnak az elkendőzésére szolgál, tehát hogy ne számítsunk arra, hogy nagyon erős ízű lesz egy halétel, de hát van a halnak nagyon jó saját íze. Tehát az összes ilyen tengeri alapanyag az mindig nagyon jól jön, hogyha mondjuk Rómába megy az ember, és valaki szereti a belsőségeket, ami ugye a magyar konyhának azért elég fontos része, úgyhogy mi ezt viszonylag jól bírjuk, akkor Rómában ez egy teljesen tipikus alapanyag, tehát ugye ott a munkásosztály gyakran akár a fizetését is abban kapta, hogy akkor kaptak egy kis pacalt, vagy valami egyéb hasonló belsőséget, úgyhogy azt nagyon-nagyon tudom javasolni. Északabbra nyilván ugye Emilia-Románia tartományban, ott ugye a helyi, a parmezántól kezdve parmai sonkán keresztül annyiféle saját termékük van, hogy már önmagában azzal el lehet lenni bármeddig, és akár még a bolognai spagettit is megszabad kóstolni, csak nem spagetti, azt ugye fontos megjegyezni, hogy ez a tagliatelle al ragù néven szokott szerepelni az étlapon, tehát széles metéltel adják, mert ugye azon tud megtapadni a darált hús, és csak simán ragusnak hívják, tehát hogy nem, ők nem specifikálják, hogy az bolognai, mert az egyértelmű, de rengeteg helyi specialitás van, tehát hogy ugye hát az éppen aktuális beszerzési lehetőségtől, domborzati viszonyoktól kezdve minden egyes régiónak pasztában is megvannak egyébként, ugye, tehát ne is próbáljunk spagettit se kérni mindenhol, mert vannak olyan falvak is, hogy van egy saját paszta formája, amit esetleg csak ott készítenek, vagy egy picit másik receptúra, tehát hogy nagyon sok mindenről lemaradunk, hogyha mindig biztosra megyünk, és azért mondjuk az olasz konyha az olyan, hogy ott tényleg nagyon nehéz abba belefutni, amit az ember nem szeret. Tehát talán az egyetlen, ami kihívást jelenthet, hogy ők mondjuk szeretik a keserű ízeket is, tehát léteznek keserű ételeik, ugye italokban és ételekben is, a radicchio és hasonlók, tehát ugye zöldségekben is szeretik. Ez nálunk nem annyira jellemző, de ezen kívül gyakorlatilag azért úgy egy átlag olasz étel az szerintem mindenkit nagyon boldoggá tesz. Nézzük még meg mondjuk a briteket. A fish and chips. Hát az egy nehezebb kihívás. A briteknél ugye a hagyományos angol konyha szerintem nem annyira izgalmas, vagy nem annyira javasolt, vagy brit konyha, de ha meg brit konyháról beszélünk, akkor ők viszont abszolút beleveszik már ugye a rengeteg bevándorlónak köszönhetően a Jamaikától az indiaig elképesztő jó helyek vannak, tehát hogy tele van mondjuk London mindenféle nagyvilági étteremmel vagy büfével, tehát ilyen szempontból óriási a választék. Kifejezetten brit konyhában van Londonban egy nagy kedvencem, a St. John, akik egyébként van egy Michelin csillagjuk is, de semmiből nem lehet észrevenni, tehát körülbelül ilyen asztalok vannak, mint itt előttünk, nincs külön vörösboros és fehérboros pohár, hanem ez az ilyen brit vendéglátós, ilyen féldecis vastag falu pohár van, amit így szinte lehetetlen összetörni, és ilyen nagyon egyszerű ételek vannak, a sült velős csont, petrezselyem salátával, ilyen babos, kolbászos ételek, de nagyon-nagyon finomak, tehát hogy azért ebbe is bele lehet merészkedni, de azért mondjuk úgy Nagy-Britanniában szerintem azért a nemzetközi konyha az egy kicsit izgalmasabb, mint a helyi ételek, és hát meglepő módon egyébként csúcsétterem kategóriában viszont nagyon jó helyeik vannak, tehát hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy és nem is feltétlenül a kiabálós Gordon Ramsay-re próbálok utalni, hanem egyéb helyekben nagyon-nagyon jó éttermeik vannak. Igaz ez egyébként a németekre is, akik csúcsétteremben... Ott meg azért megint ott Németország kolbász, ugye? Hát általában igen, kolbász, csülök, bár ez inkább úgy a bajor részleg, aztán ugye északabbra egy kicsit kevésbé ízesen esznek, tehát ott azért az tud szokásigényes lenni, de például Düsseldorfban a legizgalmasabb helyi alapanyag az Altbier, a kis helyi kis sör mellett, a legizgalmasabb az, ahogy van egy nagyon erőteljes japán kisebbség, úgyhogy egész Európában ott van a legjobb japán konyha, van egy ilyen kis japán. Aki nem tud elmenni Japánba, akkor az Németországot vegye. Igen, Düsseldorfban egészen meglepően jó helyek vannak, elegáns étterem is, és egyszerű is, meg rámenező is, úgyhogy mindenhol van egy-két ilyen titok, meg van egy-két ilyen jó dolog. Nyilván a bajor konyha mondjuk azért közelebb áll a magyar ízléshez, tehát hogy ízesebb, gazdagabb, nehezebb is, zsírosabb is, tehát hogy az azért úgy ott... A magyar gyomor azért jobb ételeket talál, de például, hogy mondjuk Berlinig eljutunk, ahova azért szintén lehet akár fapadossal is, ott meg nagyon-nagyon komoly nemzetközi kínálat van. Tehát az meg ugye egy ilyen igazi nemzetközi multikulti nagyváros, tehát ott nagyon jó török ételek vannak, mindenféle konyha megvan, ilyen autentikus etnikai konyha megvan, büfétől kezdve szintén az elegánsabb helyekig, úgyhogy az is nagyon jó.
Kölnben például egészen meglepő, ez a második legnagyobb török városról van szó. Úgyhogy például az ottani döner kebab szerintem a törökországi után közvetlenül következik, tehát nagyon-nagyon jó török kis éttermek vannak. Úgyhogy nem biztos, hogy csak a helyi konyhát lehet enni, hiszen azért ugye mindenki meg tudott már kóstolni mindenfélét, amit szeretett volna, de érdemes akár ilyen szemmel is menni, hogy hát ha van ott valami érdekes keveredés. Ön általában azért a csúcséttermeket látogatja, amit ugye előre nyilván már kinéz az interneten, és azt már kikiáltották sokan, sok helyen a legjobbnak. És engem az érdekelne, hogy önt a gasztronómiában is csak a luxus érdekli, mert nincs benne egy ilyen kalandvágy, hogy na, most nem abba az étterembe térek be, amit már, ami biztosan a tuti, mert az jó, mert azt már nagyon sokan végigkóstolták, hanem nem tudom, sétálok az utcán, és akkor valahova betévedek. Abszolút, hát én alapvetően nagyon spontán ember vagyok, viszont, hogyha lefoglaltam egy éttermet mondjuk egy évre előre, azt akkor nem fogom kihagyni. Tehát tényleg voltak ilyen, főleg Japánnál van ilyen, hogy így nagy nehezen sikerül szerezni egy étterembe foglalást egy évvel korábban, azt akkor bármi áron, de oda akkor valahogy, ha kell, akkor úszva, de kivegyek mindenképpen. Úgyhogy ott nem hagyok foglalást, meg ugye az főleg a japánoknál, de sok kultúrában azért az elég nagy udvariatlanság, de nagyon szeretek spontán is beesni helyekre. Tehát pont ilyen alapon, hogyha legutóbb Olaszországban volt ilyen, hogy annyira örömmel ettek ott olaszok valamit, hogy mondtam, hogy pont ezt, hogy abból szeretnék én is. Én is így akarom magam érezni. Igen, és úgy is éreztem magam. Kiderült, hogy valami bébi articsóka volt, meg hasonlók, és baromi finom volt tényleg. Tehát, hogy ez egyszerűen, ha másért nem ilyen empatikusan, azért az ember jól érzi magát. Nem biztos, hogy utána mindig ezt szeretném enni, de megvan ez, meg egyébként ahhoz, hogy az ember a fine diningot megértse, ahhoz szerintem nagyon kell ismerni, vagy meg kell ismerni az alapokat is, a gyökereket is. Tehát, hogyha elmegyek egy országba, és nem tudom, Spanyolországba, és csak a luxus éttermekbe megyek el, amik tudom, hogy a legmagasabb minőségűek, akkor nem fogom érteni, hogy ők milyen ízekkel játszanak, milyen fűszerezésből jöttek, mire használják, miért van csicseri borsó, vagy hogy kerül oda a pacal, mire használják egyébként. Tehát, hogy szeretem a teljes spektrumot végignézni. És egyébként visszatérve arra, hogy sokan megkóstolták és kikiáltották, hogy a legjobb, egyáltalán nem ilyen egyszerű a helyzet. Tehát nekem az időm elég nagy részét viszi el az, hogy kutatok, és már megvannak a jó módszereim erre, hogy hol és hogyan. Főleg általam ismert külföldi helyi foodiknak, akiknek tudom, hogy megbízhatok a véleményében és az ízlésében és a szempontrendszerében, mert ugye nagyon sokféleképpen lehet valami jó, és lehet, hogy mindenkinek igaza van, de és ettem nagyon híres világ legjobbjaiban is nagyon közepeseket, vagy inkább úgy mondom, hogy számomra nem túl értékesnek tűnőt, tehát hogy nem annyira egyszerű. Ugye mindenki szeret díjakat osztani, mindenki szereti a legjobbat kikiáltani, de valójában azért ezt nem annyira egyszerű megállapítani, még nem is biztos, hogy mindig kell. Úgyhogy azért az is egy élvezetes kutatás, hogy akkor mondjuk, ha már Rómát emlegettük, hogy akkor ott megkeresem a legjobb carbonárát, amihez ugye nyilván úgy állok neki, hogy nem eszem meg 200 adag carbonárát, mert így is vannak súly problémáim, hanem azért ott a helyi római foodie haverok segítségével akkor megkérdezem, hogy mi a 3-4 legjobb, és azokat járom végig. És ez egy egyszerű étel, általában kb. 10 euró maximum talán ettem már 12 eurós carbonárát is, de az már tényleg nagyon drágának számított, és általában tényleg nagyon-nagyon jók. Tehát, hogy ez is benne van, és ez is fontos, mert ugye a carbonárának akár az ízvilága, akár egyes részei visszaköszönhetnek a fine diningban is, de hát maga a carbonára is egy fantasztikus étel. Világevőként mennyire mindenevő? Teljesen. Tehát, hogy nekem nincs az olyan, amit leraknak maga elé, és azt mondja, hogy hát köszönöm, ezt innen. Nem, én semmit nem utasítok el így alapból. Ha valami csak babarás széllal, meg állatkínzással, meg ilyen módon hozzáférhető, akkor nyilván azt nem kérem, tehát hogy az nem érdekel, de amit élvezeti céllal és tisztességes szándékkal kínálnak, azt én minimum megkóstolom. Nem mindig esik nagyon jól, de alapvetően én azt elég... Eleve nem voltam soha nagyon válogatós,
De például mondjuk gyerekkoromban féltem a mocsinktól, tehát hogy meg a Kell Bimbótól, ez a két ettől azt, a kettőtől. Azt sok gyereknek azért igen, mumus. Az teljesen indokolt is, hát az tényleg félelmetes, egy Kell Bimbó, hát mi történik az emberre, ha megeszi. Maximum, sajtal le van öntve, akkor hát még úgy is, rájöttem, hogy ott Kell Bimbó van, akkor ott az már nem fogyott el, de a mocsink ugyanez, megtaláltam egy kis zsírdarabkát egy húsban. Azóta már rájöttem, hogy az ugye a legjobb ízhordozó, meg hogy ezek az állagok, ezek milyen fantasztikusak tudnak lenni, de ezt már így felnőtt fejjel. Szóval visszatérve a kérdésre, amit elfelejtettem, ja, hogy mindenevő. Igen, minden. Tehát, hogy én szándékosan azt a néhány dolgot is, amit alapvetően nem preferáltam addig, vagy nem szerettem addig, azt is azt mondtam, hogy már pedig akkor én ezt most megszeretem is kész, vagy legalább nem fogom utálni, hogy ne befolyásoljon, tehát hogy ne rontsa el az élvezetemet, ne az legyen, hogy valamit nem kóstolok meg, mert nem bírom az illatát, mindennek megadom az esélyt, nyilván maradnak utána is preferenciáim, de hogy így lehet szerintem fejlődni, tehát hogy az ízlés az én olvasatomban az nem egy adottság, az nem egy állandó dolog, ahogy a zenei ízlés sem, tehát hogyha nem hallgat mindenki élete végéig Alma zenekarban van a születésnapomat, hanem reményeim szerint az fejlődik és fejleszthető. Tehát kóstolással, nyitottsággal. Minél több ízzel találkozik az ember. Igen, ezt lehet fejleszteni. Értem. Nyilván vannak preferenciák, meg vannak irányok, amik jobban bejönnek, de alapvetően azt gondolom, hogy nekem azáltal ugye van egy közönségem, azáltal ez felelősségem is, hogy én nem mondjam azt egy ételre vagy egy helyre, hogy az nem olyan jó, vagy nem finom, csak azért, mert van benne valami olyan íz, amitől én rettegek. Úgyhogy most már Kell Bimbótól se félek, kijelenthetem. Most már azzal is megbarátkozott. Kadarkai Endre műsorában azt nyilatkozta, hogy életem végig el tudok szórakozni a gasztronómia területén. Mi szórakoztató önnek ebben? Én alapvetően arra gondoltam, hogy én csak szórakozni szeretek, tehát hogy nem szeretek dolgozni. Tehát a gasztronómia nekem azért volt egy nagyon jó felfedezés, nem jött egyébként nagyon korán, tehát mindig azt hittem, hogy ezt csak hobbiból lehet csinálni, és aztán így szép fokozatosan derült ki, hogy vannak még olyan emberek a világban, akik csak ezzel foglalkoznak, és szinte semmi más nem csinálnak, hogy folyamatosan tudok szórakozásként tekinteni rá, akkor is, amikor gasztronómiai témában dolgozom éppen, tehát mit tudom én, műsort vezetek egy szakácsversenyen, vagy előadást tartok embereknek a fine diningról, tehát egy csomó ilyen jellegű munkám van, de én nekem azt nem kell munkának tekinteni, mert valahogy én nem vagyok jó viszonyban a munka szóval, és hogyha elkezd munkának tűnni valami, akkor elmegy tőle a kedvem. Tehát, hogy ebből van ez, hogy, és hát tényleg egyébként rettenetesen szórakoztató, hát nyilván egy zsigeri élvezet, nyilván én alapvetően egy szenzoros élménykereső vagyok, ezt egyszer egy igen, ezt hallottam, ez mit jelent? Ez nagyon, egyrészt nagyon jól hangzik, úgyhogy nem is kell érteni. Voltam valami kerekasztal beszélgetésen, és ott volt egy kedves pszichológus hölgy, és azt mondta, hogy én szenzoros élménykereső vagyok. Hát ugye a szenzoros az, hogy valamilyen érzékszervhez kapcsolódóan keresem állandóan az élményeket, és az se zavar, hogyha az éppen ijesztő, vagy fájdalmas, vagy nem olyan finom. Tehát, hogy nekem az adja az adrenalint, és az adja az örömöt, hogyha állandóan valami újat tapasztalok, és most egyelőre még mindig úgy tűnik, most már végre 50 éves vagyok, hogy ezt a gasztronómiában utazgatással kombinálva, meg kellő bátorsággal és elszántsággal kombinálva, ez még nagyon-nagyon sokáig, akár életem végéig folytatható, hogy mindig újdonságokat találjak. Meg ugye új trendek is jönnek, új alapanyagok jönnek, tehát hogy ez igen, azt hiszem, hogy ebben nem fogok beleúrni soha. Azt olvastam, hogy hűtőmágnes helyett ön minden egyes helyen, ahol jár, szuvenírként kenyeret hoz haza. Miért éppen kenyeret, és mondjuk mi a különbség egy francia baguette, meg egy nem tudom, mondjuk olasz kenyér között, vagy akár egy amerikai között? Hát igen, tehát jöttem már haza, nyilván olyan helyekről, ahol nagyon jó a kenyér, olyan helyekre ezt csinálom, de jöttem haza mondjuk úgy Koppenhágából már, hogy a mindig csak kézi podgyásszal utazom, praktikus okokból, meg gyorsasági okokból, és akkor ugye átvilágították a táskámat, és így azt úgy sejtették, hogy nem valami furt, nem valami veszélyes dologról van szó, de azért kinyitották, hogy ez mi, mert nem értette a röntgenkép alapján, hogy ez mi lehet, és akkor ott meglátott azt hiszem ilyen 5 vagy 6 vekni kenyeret a kedvenc koppenhágai pékségemtől, és nagyon elkezdett röhögni a biztonsági szakember. Tehát, hogy én nagyon szeretem a kenyeret, tehát szerintem a kenyér az egy
egyrészt egy csoda, tehát hogy számomra Isten létezésének is a bizonyítéka. Tehát az, hogy egy búza nevű növényből hányféle és milyen elképesztően sokszínű és különleges végterméket elő lehet állítani, ami micsoda élvezetet tud okozni a pizzától, a kenyéren, a lepényen, a tésztákon és mindenfélén keresztül, tehát szerintem már önmagában ez felfoghatatlan, és hogy kenyérből is milyen rengetegféle van, és ugye szerencsére ez a kenyérforradalom, ez már elég erőteljesen elindult itt Magyarországon, és végre eszünk tisztességes kenyereket, ami lehet, hogy drágábbnak tűnik, de beltartalmi értékét, meg eltarthatóságát, meg élvezeti értékét nézve azt gondolom, hogy bőségesen megéri. Tehát, hogy ha az ipari hulladékot hasonlítom össze azzal, hogy valaki szívvel lélekkel csinál egy nagyon értékes, tápláló, nálunk mondjuk nem marad meg sok napig, mert felfaljuk, de alapvetően jobban eltárolható, nem széteső kenyér, akkor szerintem egyértelmű, hogy melyik éri meg. Tehát, hogy szerintem a kenyér az egyik ilyen csodálatos alapanyag, emellett mondjuk a vajas kenyér az egyik legjobb étel a világon, tehát, hogy most pont készülök Grönlandra, és ott ugye azért nincsen nagyon erős helyi gasztrómia, úgyhogy kopenhágai leszállás van közben, és oda is viszek majd kenyeret, meg vajat, tehát hogy legalább valami nagyon jót tudjak enni, mert ugye azért az egy eléggé kietlen rész, úgyhogy a biztonság kedvére fogok vinni magammal. Szóval nekem ez a változatosság, igen, akár a bagett, akár ezek a gyönyörű vadkovászos, ilyen ropogós helyű kenyerek, vagy a tömörebb parasz kenyerek. Melyik országból hozzunk haza mindenképpen kenyeret? Hát mindenhonnan, ami van. Az olaszoknak nekem az, hogy nagyon, illetve egy bizonyos terület fölött északon nem sózzák a kenyeret, az nem annyira szimpi, vagy szinte semmi só nincs benne, de hát meglepő módon Kopenhága, tehát hogy Kopenhágában nagyon felpörgött, meg úgy általában Skandináviában. Tehát kávézók, ilyen specialty kávézók, pékségek, azok nagyon-nagyon erősek. Ha már az amerikai kenyeret is említette, ugye a San Francisco-i legendás Tartin Bakery-nek a vezető péke Kopenhágába települt át, és ott alkott, tehát ez a Bagheri Hart egyébként, ő a Richard Hart, ő a maestro, és fantasztikus, de németeknél, osztrákoknál ugye vannak ezek a savanykás roskenyerek, az is nagyon-nagyon jó műfaj, akár pirítva, tehát szerintem mindenhonnan érdemes megkóstolni, akkor a finneknek van ez a fekete kenyere, vagy a Oroszország, Ukrajna, nem örülnek neki most, hogy együtt említem őket, de azért mégiscsak hasonló ez a Borodzsinszki chleb, ez a típusú fekete kenyér erőteljes fűszerezéssel, tehát hogy mindenhol megvan valami, nyilván Kínában kevésbé, de a japánoknál természetesen ez is megvan, tehát ők ugye minden kultúrából hiába alapvetően egy rizs-centrikus kultúra, ők minden kultúrából beszippantják a legjobb dolgokat, és akkor abból elkészítik még egy kicsit magasabb szinten a saját verziójukat. Tehát például szeptemberben megyek majd Tokióba újra, és akkor elmegyek az éppen most aktuálisan legmenőbb pizzériába. Nem szoktam, tehát hogy az első elég sok japán túrámon csak japán dolgot ettem és ittam, tehát semmit nem vettem a számba, ami nem helyi, de a pizza kultúrában ugye ez a perfekcionizmus megjelenik, és nem kötik őket abban sem, meg az összes többibe sem a szabályok. Tehát ugye egy valódi nápolyi pizza, az megvan a technológiai leírás, hogy készülhet csak, hány fokon, milyen receptúra, milyen kemencében, mit kell csinálni, mivel fűtik. Jön egy japán őrült, aki meg azt mondja, hogy én nápolyi jellegű pizzát fogok készíteni, de én tudok valami jobbat, nem tudom, besózom, láttam az egyiknél olyat, hogy ilyen durva sóval felszórta a kemencét, és akkor nem ázott át a pizza közepe, kicsit más feltétiket használok, mert az szerintem még jobb, tehát hogy ott mindent így a csúcsra járatnak, úgyhogy most el fogok menni egy olyan pizza bárba, ami a 38. emeleten van, és még a kilátás is csodálatos hozzá, és hát felhőkarcolókat nézegetve fogok nápolyi, vagy a nápolyibnál is nápolyi pizzát enni, úgyhogy na, majd figyeljük a beszámolókat, meg a képeket az interneten. Még egy játékra imitálnám itt végezetül. Azt tudom, hogy ugye megemlítette is, hogy nem olyan sok időt tölt a konyhába, annál többet éttermekbe, de ha mondjuk meg kéne kreálni a tökéletes vacsorát egy menüsorral, ilyen multikulti jelleggel, akkor ön az előételtől mondjuk a desszertig hogy rakná össze? Fú, ez jó kérdés.
A desszert azt hiszem, hogy egy milföly lenne, tehát ugye ez a franciáknak a krémese, ami nem azonos a francia krémessel, tehát nem a, hanem, a, hanem csak ez a nagyon-nagyon profi karamellizálva megsütött tészta alapok, nagyon-nagyon ropogósan, és közötte nem az a vadhajtás, ugye itthon azért általában mondjuk fele részben zselatin tartalmaz, valami nagyon jó cukrászkrém, vaníliás cukrászkrém közötte, tehát mondjuk az lenne a desszert, az valószínű. Én azért beletennék egy jó magyar húsleves, tehát azt szerintem azért az egy elég jó teli találat, de ha nem azt, akkor ott vagy valami ázsiait, vagy egy francia bouillabaisse, ezt a fűszeres hallevest, dél-francia halleves, lenne benne, biztos lenne benne egy olasz paszta, az nem kérdés, akár ez az al ragù, tehát akár egy bolognai, mert azért az nagyon erős, de ott indokolatlanul jó tészták vannak az olaszoknál, tehát tényleg a carbonara, az amatriciana, ezek még egyébként mind rómaiak, de ugye aztán délen van ez a Szardíniával készülő és kenyérmorzsával, tehát hogy meg a mindenféle raviolik, meg szóval nagyon-nagyon-nagyon jók. Úgyhogy valamelyik ebből a sokból, valamelyik olasz tészta biztos, hogy lenne benne. Hogyha ilyen rusztikusabb, akkor lehet, hogy osszobukkó lenne, meg télen akkor egy osszobukkó lenne a főétel. Ugye ez a lyukas csont, tehát ez a marha lábszár szeletekbe vágva, és általában sáfrányos risottóval készítik, van egy ilyen erőteljes zöldségragú hozzá, meg egy gremoláta a tetején. Elég kiadós menü lesz belőle végül, de hát nyilván szeretünk sokfélét enni, és most már kezdek én is nagyon lenni. És azért egy kis kacsamáj az is lehet egy ilyen magyaros verzióban, akár csak így hirtelen sütve serpenyőben, azt nyugodtan. De most az a baj, tehát én nem vagyok egy ilyen listázós, tehát nem tudok legjobbakat választani, meg nem is szeretnék, mert most közben elkezdtem a magyar ételekbe gondolkozni, és akkor meg azokból jönnek sorba az ötletek, tehát hogy annyira sokrétű, meg sokszínű a világ, hogy inkább egy 20-30 ilyen menüt összeraknék, és akkor azokat fogyasztanám el, hogyha lehet ilyen utolsó vacsorát kérni majd egyszer. Tényleg. Igen. Az már csak azért is jó, mert akkor ugye akkor elhúzhatom több hétre, és akkor még tovább vagyok életben, úgyhogy ilyen logikus szempontból, ha kivégzés elé kerülnék, nem tervezem, de akkor talán ez lenne a trükk, hogy egy nagyon hosszú menüt rakok össze. Én köszönöm szépen. Élmény volt ez a beszélgetés, úgyhogy szerintem most kellőképpen megéhezett mindenki, mi a stábbal is, illetve a tévéképernyők előtt is, hogy a tippeket szerintem bőven adtunk, hogy hova érdemes menni és mit érdemes lenni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek is köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra. A helyszínt biztosította a Városliget Café & Restaurant. A műsorvezetőt öltöztette a Fórum Debrecenbe vásárlóközpont.